Egyre jobb a fiatalok munkaerőpiaci helyzete, ezt mondta Rétvári Bence az MT-nek. A parlamenti államtitkár szerint a központi statisztikai hivatal legfrissebb munkanélküliségre vonatkozó adatai bizonyítják ezt. Az ellenzék szerint, ha így lenne, a fiatalok nem a külföldi munkavállalást tartanák a legjobb alternatívának. Folyamatosan javul a fiatalok munkaerőpiaci helyzete, nyilatkozta az MT-nek Rétvári Bence. A parlamenti államtitkár a központi statisztikai hivatal 2016 második negyedévére vonatkozó felmérésére hivatkozott. A KSH adatai szerint ugyanis a 15-24 éves korosztály 13,3%-a munkanélküli, míg tavaly az év ezen időszakában ez az arány 15,3% volt. Rétvári Bence a kormányzati intézkedéseknek tulajdonítja az előrelépési lehetőségeket. Egyre több magyar fiatal dolgozik külföldön. Így véleményezte az MSZP alelnöke a kormány által közölt adatokat. Szerintük a külföldön munkát végző fiatalok száma nagyjából 150 ezer, a kormány statisztikája viszont őket is hazai munkavállalóként kezeli. 150-250 ezer olyan fiatal van, aki diák munkát végez, és 7 évvel ezelőtt nem voltak benne a statisztikában. Most benne vannak. Ez egy lényeges különbség. Nagyjából 200 ezerrel több közfoglalkoztatott van, persze sajnos sokan közülük, rengetegen közülük nem tudnak értékteremtő tevékenységet folytatni, pedig azt szeretnének. Magyarország egyik legnagyobb állásportáljának vezetője szerint valóban számos helyen van igény fiatalokra. A legfőbb okok egyike az, hogy alacsony munkabérért dolgoznak és rugalmasak. Olyan területen, ahol szaktudás hiány van, jó alapanyagnak be lehet vonni fiatalokat, és a cégek kitanítják őket. A másik az az, hogy rugalmas és olcsó munkaerőt szerezhetnek általuk. A harmadik pedig az, hogy olyan időszakos tevékenységekre, amire lehet, hogy hosszú távon nem tud tenni kolléga, egy gyakornok tökéletes megoldás. Az LMP szerint a fiataloknak nyújtott bérekről is szólnia kellene a kormánynak. Az adatok is azt támasztják alá, hogy jelen pillanatban a fiataloknak a munkavállalási lehetősége, amennyiben szempont az, hogy a megélhetést is biztosítsa, akkor katasztrofálisak. A Workania.hu által végzett felmérés szerint a 18-25 éves pályakezdő fiatalok átlagosan bruttó 160 ezer forintnyi havi átlagbért visznek haza.